Intenzív osztályon ápolják harangozó terét a népszerű énekesnő, már hónapok óta betegeskedett, pár nappal ezelőtt pedig rohammentő vitte kórházba vendégünk a stúdióban, jó barátja és egyben kollégája is Aracki László. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Tegnap fölvette először a telefont, mert nagyon megijedtem, mert 20-án indul a műsorom, és ő is a Solt és Rezső lesz a vendégeim. És a Terike nekem az mindig is szívügyem volt, hiszen a pályakezdése volt, ami együtt vagyunk szakmailag, és nagyon jó barátok. Tegnap már nagyon-nagyon látszott az a bizonyos fény az alagútban, mert már meg is tudtam nevettetni. Te nagyon jól tudod, Robi, hogy körülbelül mit kellett nekem mondani a Terikének, ha nem jön, hogy akkor mit fogok tenni vele. Azt mondja, igen, jövök, mindenütt ott leszek. Most nem tudom, hogy ezt félelmében mondta vagy sem, de most, hogy jöttem be hozzátok a stúdióba, néztelek benneteket, és csöngött a telefon, és Terike hívott. Na és mit mondott? Akkor hogy ez a legfrissebb, nagyon pozitív eredmény. A lényeg az, hogy tegnap előtt ilyen mellkasi fájdalmakkal és légzési problémákkal vitték be, és nehezen vett levegőt. És mi lehetett a probléma? Mit mondott? Nem mondta el úgy, mert nem akart ebből ilyen, hogy látványos vitát kikerekíteni. A lényege az, hogy nagyon-nagyon jól érzi magát relatíve az előző állapotához képest, és kérdeztem tőle, Terike, ettél már valamit azóta? Azt mondja, tegnap farkasétvágyam volt. Ezek mind olyan tünetek, amit ebben a korban én már tudok következni, hogy körülbelül, hogy miről is van szó. Egy biztos, azt mondta Laci, nem árulom el, hogy melyik kórházba vagyok. Nehogy bemenj. Nem, hogy nem én. Látod már, nagyon jó, össze vagytok dolgozva. Nem, azért, mert nagyon sok újságíró keresi a... Persze. Na jó, de hát ilyenkor ez természetes, normális, meg ennek kell is örülni. Én ezt elmondtam neki, Robi, a számból vetett ki az út, mert azt mondtam, Terike, ez azt jelenti, hogy nem csak az emberek, hanem az újságírók is szeretnek, mert ha nem, akkor nem keresnének. Hát igen. De az, hogy a Lacika más, innen a nézőpont kérdése. Persze, meg amikor az ember beteg, kórház van, kiszolgáltatottnak érzi magát, ki az, aki nagyon szeretne látni fotóst, újságírót, nyaggatják, nem a... stb. De ide figyelj, ez is olyan dolog, hogy az a baj, ha jönnek, az a baj, ha nem jönnek. Persze ez így van, jó, de örüljünk annak, hogy akkor ő most már jobban érzi magát, sokkal jobban van. Mondott valamit azzal kapcsolatban, hogy esetleg mi vár rá, milyen vizsgálatok, mikor hagyhatja el a kórházat? Nem, nekem azt mondta, hogy mikor van próba. Mikor? Na igen, tehát megnyugtató választ kaptál, hogy nagyon, ott lesz a koncert? Nagyon. Hát nagyon. Ő a sztár vendég. Tudod, mert én duplán, hát nagyszerű barát, de az egész szakmával, hála Istennek, én így vagyok, de a Terike az egy különösen is a szívügyem, mert olyan gyönyörűen énekel, hogy azt elmondani nem tudom. És nem véletlenül találtam meg őt a jubileumi koncertemnek egyik főszereplője. Említetted az beszélgetésünk elején, Laci, hogy jóba vagytok, nagyon jó barátok vagytok mind a mai napig, ez azt jelenti, hogy ilyen napi kapcsolat? Most csak azért kérdezem, napi, mert... Napi, heti, havi... Hogy volt ennek bármilyen jellegű előjele, hogy kicsit rakoncátlankodott volna, mondjuk a szíve, vagy a közérzete nem lett volna olyan jó? Robikám, annyi volt, hogy mondta, hogy kicsit olyan gyengébbnek érzi magát. Volt. Én utoljára egy olyan 2-3 héttel ezelőtt léptem föl vele érdekes módon Debrecenbe. Az utóbbi időben nem tudom miért, de úgy tűnik, mint a debreceni születés lennék. És ott találkoztunk egy teljes bensőséges családi bulin. Nem akarom megmondani az úrnak a nevét, az édesanyának a 80 éves születésnapjára. És a Terike annyira elemében volt, érted, hogy azért merek kacagni meg nevetni, mert én tudom, hogy hát akármi van, ő mindig rendbe jön, szóval. De jó. És hát ne felejtsétek el azért, itt nem csak az a kor, ami minket megszállt, hála Istennek, hanem az a hegy Mohamed kérdése, hogy soha nem a közönség jön hozzánk, ha nekünk kell menni mindig a közönséghez. Egy nagy előadás több száz kilométerrel jár, hála Istennek. Ezek a furcsa hangok, egyébként, amiket ne lehet néha hallani, nem neked mondjuk, mert te érzékelsz, hogy repülők mennek el ugye folyamatosan felettünk. De köszönöm, hogy feltételezted, hogy tudom. Olyan szórakozott ember vagy te, neked is akár szólhat. Kegyetlenül szép a stúdiótok ez. Köszönjük. De ez a kinti, most kint vagyunk a szabadban. Feltűnt? Ja, te azt mondtad, hogy vak is vagyok? Vagy miről beszélsz már meg? Azért nyugtassatok meg, hogy mi nagyon jóban vagytok, és azért engeded meg magadnak ezt a stílust. Mi hát imádjuk egymást, mindig szívjuk egymás vélét. Ha nem engedném meg magának, akkor velem volna baj, és én lennék kórházban. Na,
ne kerülj oda. Igen. Ne kerülj oda. Minden esetre terít meg csókoltatjuk ezzel. Nem érdekel az, hogy én nekem szeptember 20-án Debrecenben van az első koncertem. Hogy ne érdekelne, édes csillagom? De nem lejár... érdekel, látom. Csak ne kiabálj, mert lejárt a beszélgetésünk ide. Szeptember 20-a Debrecen. Megjegyeztem. Köszönöm. Köszönjük szépen.